Ne hidd el, hogy rossz a memóriád. Ne hidd el, hogy a tanulás megerőltető. Ne hidd el, hogy nem vagy képes megtanulni. Ne hidd el, hogy a tanulási képességeket örökölted. Ne hidd el, hogy nincs akarat erőd. Ne hidd el, hogy nem szabad hibáznod. Ne hidd el, hogy túl öreg vagy a tanuláshoz. Ne hidd el, hogy nem vagy elég jó. Ne hidd el, hogy csak annyi van benned, ahol most tartasz. Miért ne hidd el? Neked is van 100 milliárd idegsejt az agyadban. Te is úgy tanulsz, mint ők az okosok. Asszociációs láncolatot alkotsz. Csupán lassabban. A tanulás azért megerőltető neked, mert nem jól használod az agyad. A tanulás azért megerőltető, mert csak a bal féltekét használod, ahelyett, hogy hanyad dőlve fantáziálnál, képeket alkotnál, a jobbat bevonva. Mert azt mondták, az ábrándozás az élet megrontója. Nem a tanulási képességeket örököljük, hanem a hiedelmeket és a rossz szokásokat. Azért nincs akarat erőd, mert a tanulást nehéznek, gyötrelmesnek érzed. Pedig a megértés öröme az igazi boldogság. Szabad hibáznod, mert csak a hibáidból tanulhatsz. Bármely korban bármit meg lehet tanulni. Elég jó vagy, csak légy bátor az élethez. Ahol most tartasz, az csak egy parányi szemcséje mindannak, amit útra valóul kaptál, hogy megvalósítsd a céljaid. Miért merem ezeket állítani? Mert 3 éves korodig megtanultad mozgatni a tested, megtanultad az anyanyelved, megtanultad érteni a világot. 3 év alatt megtanultál annyit, mint utána 25 év alatt. Ha karok nélkül születtél volna, megtanultad volna helyette a lábat használni. Karok, lábak nélkül is megtanultál volna önállóan élni. Az egypetélyű ikerpár egyik tagja híres tudós lesz. A másik lezüllött alkoholista, aki még egy szakmát sem tanult meg. Örökölték? A pszichológusok felmérték a tanulókat matekból, majd azt mondták a tanárnak, hogy ő meg ő a matek zseni. Pedig bele sem néztek a felmérőbe. És ő meg ő matek zseni lett. Mindaddig azt hitték, lehetetlen lefutni 4 perc alatt egy mérföldet, amíg egy valaki le nem futott. Ugyanabban az évben még 37-en lefutották. A következő évben több mint 300-an. Nem a hibáit korlátoznak, hanem a félelem a hibázástól, hogy nem vagy elég jó a környezetednek. A 85 éves bácsi meg tud tanulni japánul, ha beleszeret egy fiatal japán nőbe. Idegsejtek ugyan elhalnak, de van még belőle milliárdnyi, ami átveszi a feladatot. Elég jó vagy csak a hitet kevés. Bármit megtanulhatsz, csak elhitette veled a társadalmi elvárás, hogy nem számítasz. Hiába énekelsz, rajzolsz, festesz, fotózol, táncolsz kiválóan. Hiába tudsz problémákat szemvinnalás alatt megoldani, hiába van kiemelkedő, empatikus képességed, szervező készséged, nem számít. Mert csak a logikai, matematikai és szövegértő képesség számít. Ami pedig nem számít, az nincs. Ne hidd el, hogy te nem számítasz. Mert igenis számítasz. Azzal a képességgel, amit kaptál, hogy kibontakoztasd. Rajta hát. Szabadulj meg békjóittól.
Tudd meg, miben vagy jó. S tanulj. Ismerd meg önmagad, s tanulj meg tanulni. Senki sem szegheti szárnyaidat, de tudd. Csak te magad lehetsz álmaid beteljesítője.